Reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntelek mindnyájótokat ezen a reggelen, és szeretném, hogyha most elmélkednénk egy kicsit az életről, mint utazásról. Ugyanis a mi életünk az pontosan olyan, mint egy utazás, egy hosszú út, ami nagyon sokszor kiszámíthatatlan. Viszont nekünk van egy úti célunk, ahová szeretnénk majd megérkezni épségben. És nemrégen néhány nappal ezelőtt egy hosszabb autóutat kellett megtennem, amikor is az autópályán szembe találtam egy felirattal, egy felszólítással magamat, amely a következő képpen nézett ki. Tartson távolságot, hogy mindenki hazaérhessen. Nyilván itt a követési távolságról volt szó jármű és jármű között. Ne menjünk túl nagy sebességgel, túl közel az előttünk lévő járműhöz, mert hogyha őt valami fékezésre kényszeríti, akkor mi már nem biztos, hogy meg tudunk állni anélkül, hogy ne csapódnánk bele. És hogyha megnézzük a mi életünket, pont mint egy utazás, nagyon sok veszélynek vagyunk kitéve, azzal, hogy az ember beengedte a bűnt a világba, rengeteg veszélyt hozott önmagára és a környezetére. És sajnos, hogyha megnézzük a ma embere, nincsen tekintettel a saját környezetére. Ma már az emberek nem szeretnének hazaérkezni. Az emberek azt sem tudják, hogy hová tartanak. De milyen csodálatos, amikor megkapjuk Istentől az elhívásunkat, és megismerjük azt az evangéliumot, amely szerint Isten a tőle elfordult embert szeretné önmagához visszafordítani, amikor az eltékozolt örök életet szeretné nekünk visszaadni. És a mi utazásunk alatt van egy ellenségünk, és számolnunk kell azzal, hogy ő mindig megpróbál majd minket belevinni olyan helyzetekbe, amikor nagyon nehéz jó döntést hozni, és hogyha nem ismerjük a térképet, amelyet kapunk ahhoz az úthoz, amelyen Isten szeretne minket vezetni, hogy hazaérhessünk, ez pedig az ő igéje, akkor sikerül minket tévútakra vezetnie. Szeretném, hogyha megnéznénk Máté evangéliuma 4. fejezetében Jézus Krisztus megkísértését. 3 alkalommal kísértette meg Sátán a pusztában Jézust, amikor készült a szolgálatára, már 40 napja nem evett, böjtölt, eléggé kiszolgáltatott állapotban volt, és én most a 2. megkísértést szeretném felolvasni nektek. Máté evangélium a 4. fejezet 5-től 7. versig tartó igeszakaszát. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és oda helyezé a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondanék ki Jézus, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Gondoljunk bele megint abba a helyzetbe, amikor mi elindulunk egy hosszabb útra autóval, vagy akár csak egy pár száz méterre, mert a boltig szeretnénk elmenni, akkor mi mielőtt elindulunk, imádkozunk, hogyha imádkozunk Istenhez, hogy óvjon meg minket az út viszontagságaitól, akkor szoktuk azt kérni tőle, hogy erősítsen meg minket a koncentrálásban, az odafigyelésben, hogy mi is körültekintőek lehessünk, vagy csak azt mondjuk, elbizakodva, hogy majd Isten úgyis megvéd, az autópályán, ahol 130-al lehet menni, mehetek 180-nal is, majd kikerülöm azokat, akik lassabban mennek, és hát, hogyha nem fognak bemérni és megbüntetni, 10 perccel hamarabb ott leszek. De azok a táblák nem véletlenül kerültek ki, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy tartsuk be a sebességet. Tartsuk meg a követési távolságot. Ne kísértsük az Urat, a mi Istenünket. Egy nagyvérű autóval, egy sportautóval úgy gondoljuk, hogy hamarabb odaérhetünk a célba.
mert azzal lehet repeszteni, hasítani. De elsiklunk a lényeg mellett. Mit mond Sátán Jézusnak? Te nyugodtan vesd alá magadat a templom tetejéről, mert hát a 91. Zsoltárban azt ígéri Isten, hogy az ő gyermekeit megvédi. Neked nem eshet bajod. De hát ez nem Isten megkísértése. Tényleg azt ígérte Isten, hogy mi bármit teszünk, mehetünk a saját fejünk után, hozhatunk felelőtlen döntéseket, és akkor is meg fog minket védeni? Nézzük meg, hogy ez a 91. Zsoltár, ez mit mond pontosan? Olvasom a 91. Zsoltár első és második verseit. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. A későbbiekben valóban azt olvashatjuk majd ennek a Zsoltárnak a 11. versében, hogy, sőt a 10. versében, hogy nem illett téged veszedelem, és csapás nem közelget sátrathoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, de hogy kezdődik a Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik? Tehát azok az emberek, akik Istennel járnak, azok valóban számíthatnak Isten védelmére. De mikor? Akkor, hogyha ők szövetségben vannak Istennel. A szövetségnek két oldala van. A szövetség Istentől jön, és hogyha mi elfogadjuk, akkor elfogadjuk azt, hogy amit Isten parancsol nekünk, azt maradéktalanul azért teszi, és nekünk azért kell maradéktalanul elfogadnunk, hogy ezzel az ő óvása, az ő szeretete teljessé lehessen a mi életünkben. És Sátán azt mondta Jézusnak, hogy nyugodtan vesd alá magad, de hát Jézus azt mondta, hogy nem kell elsiklani, sőt, nem szabad elsiklani. Egyetlen parancsolat felett sem, mert Isten azt ígérte, hogy megóv minket, hogyha vele járunk, de azt is parancsolta, hogy ne kísértsük meg őt. Ne kísértsük meg, ne így tegyük Istent próbára, hogy kihívjuk magunk ellen, azzal, hogy én mehetek nyugodtan 200-zal a 130 helyet, Isten majd megvéd, nekem nem kell követési távolságot tartanom. Az életünk egy utazás. Mi vajon tartunk megfelelő távolságot a bűn és saját magunk között? Vagy megadjuk a lehetőséget. A bűnre vezető úton is elindulhatunk, mondhatjuk, hogy Isten majd innen is kivezet, de mennyivel csodálatosabb, ha van rá lehetőségünk a bűnre vezető utat elkerülni. Amikor Sátán a fülünkbe súg valamit, hogy Isten majd úgy is segít, te ezt nyugodtan tedd meg, akkor jusson eszünkbe a mi drága mesterünk, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istenhez hasonló, hanem hozzánk hasonlóvá lévén, ugye emberi formát vett fel, és ebben az emberi formában ő megélte az ellenség kísértéseit, és ő tudott nemet mondani a csapdára. Jézus Krisztus átlátott Sátán játékain, és nemet mondott. Jézus hihette, hogy az Atya megmenti őt, mi is hihetjük, mert megment minket. De vajon, ha Jézus ezt megtette volna, akkor helyesen cselekszik? Hogyha ő alávetette volna magát, ott vége szakadt volna Jézus földi szolgálatának, és nem lett volna megváltásunk. És ez Sátán nagyon jól tudta, és minket is rá akar venni arra, hogy ebben az utazásban, amely a mi életünk, kísértsük meg az Istent, cselekedjünk Isten parancsolataival ellentétesen, sőt, még az igéből is akar nekünk idézni, még ezt a térképet is helytelenül akarja elénk tárni. De mi ne adjunk neki erre lehetőséget, hanem forduljunk Isten felé, és ne felejtsük el, hogy Isten hűséges, akkor nekünk is hűségeseknek kell lennünk. Ő vele szemben az ő törvényeinek itt kell lennie a szívünkben és az elménkben, hogy mindenkor készek legyünk ezen az úton a helyes irányba haladni, hívjuk őt segítségül, de kérjük mindig azt, hogy ne engedje meg ezeket a kísértéseket az életünkbe olyan mértékben, amelyekben elesnénk, hanem ezeket
ő kovácsolja, formálja a mi javunkra. Ezt kívánom ezen a reggelen mindannyiunknak.